Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. A televíziós felkérés úgy hangzott hozzám, hogy beszéljek az adventről és a karácsonyról. Engedjék meg a kedves televízió nézők, hogy felolvassam a legismertebb karácsonyi történetnek egyik részletét, a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumból, a második rész, első 7 verséből, így szól hozzánk az élő Isten élő igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Ami további segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy készülhetünk karácsony ünnepére. Köszönjük, hogy nem csupán a szeretet ünnepére készülünk karácsonykor, hanem az isteni szeretet ünnepére. Áldunk téged, hogy átléptél a láthatatlan világból, a látható világba, emberré lettél. Köszönjük, hogy te benned láthatjuk Istennek a dicsőségét, hogy milyen Istennek a szeretete, milyen Istennek a békessége, milyen Istennek az öröme. Úgy vágyunk erre, Urunk. Segíts, hogy karácsonykor minden indulat, minden keserűség, minden harag helyett hadd tölthesse be a szívünket, hadd tölthesse be családunk szívét, szeretteink szívét is, az a szeretet, aki te magad vagy. És kérünk, most is te szólj hozzánk, áld meg ezt a műsort, szolgálatot, a televízión keresztüli szolgálatot, hogy meghallhassuk, befogadhassuk a te igédet, téged magadat, Úr Jézus. Amen. Kedves hallgatóság, kedves testvérek, engedjék meg, hogy a felkérés alapján először az adventről szóljak. Advent, adventus domini, az Úr eljövetele. Ezt jelenti ez a szó, hogy advent, eljövetel, megérkezés. Mi keresztények a karácsony előtti 4 vasárnapon várjuk Jézus Krisztus földre jöttének, elérkezésének az ünnepét. Az első adventi vasárnap a hitnek a vasárnapja. A hit, Ádám és Éva, az első emberpár, aki mindent elrontott, felcserélte, pontosabban lecserélte az Istent az ördögre, de Isten megígérte Évának már ott, az Édenkertben, hogy az asszony magva majd a kígyó fejére tapos. És tudjuk, hogy noha az első Éván keresztül bejött a bűn ebbe a világba, ahogyan Ádám, aki ott volt mellette, nem hibáztathatjuk Évát, hogy az asszony a hibás, hiszen így tette Ádám is, hogy az asszony, akit mellém adtál, még Istent is hibáztatva, mondja, de láthatjuk, hogy Szűz Máriában viszont bejött a kegyelem ebbe a világba. Bejött a kegyelem, és az ember, aki mindent elrontott, kapta ezt az ígéretet Istentől, hogy Jézus Krisztus által minden helyre jöhet, minden újra kezdődhet, minden jóvá lehet még. Kezdhetjük újra, ezen a karácsonyon, vagy a karácsonyi előkészületeken is az egymással való megbékülést. Mindig úgy kezdődik ez, ahogyan olvassuk, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Egy kicsit már előre is szaladtam a karácsonyba, de az első adventi gyertya tehát ezt jelenti, hogy a hit. Hit által érthetjük meg, hogy a világokat Isten teremtette, mindent hit által érthetünk meg. Úgy érthetjük, hogy a hit egy érzékszerv. Ugye a látás, hallás, szaglás, ízlelés,
tapintás, egyensúly érzékelés, mi még a hatodiknak tanultuk a egyensúly érzékelést, és a hetedik pedig a hit. Vagy ha ötöt számolunk, akkor a hatodik a hit, de maradjunk a hetediknél, a szép, szent szám. A hetedik hitáltal érthetjük meg, hogy a világokat Isten teremtette. Hitáltal tudjuk felfogni a láthatatlan világot. Valójában ez a legerősebb érzékszervünk. Mi férfiak talán büszkék vagyunk arra, hogy messzire látunk. De valljuk meg őszintén, hogy a kutyák is milyen messzire látnak. Nem beszélve a sasokról. Sokkal messzebbre látnak. A legbiztosabb érzékszerv mégis a hit. Hitáltal foghatjuk fel a láthatatlan világot. És olyan nagy szükségünk van erre, ilyenkor adventkor, karácsonykor, hogy megérthessük, hogy valóban a világokat Isten teremtette. Csodálatos dolog ez, hogy nem csak úgy magától lett, nem csak az ős robbanás, ahogy szokták mondani, ami mindent megoldott. És a nálamnál okosabb emberek azt szokták kérdezni, hogy na hát, hogyha volt ős robbanás, de mi volt előtte? Előtte csak kellett, hogy legyen valaki, vagy valami, ahogyan mondják. Mi tudjuk, hogy Isten szavára állt elő minden. Isten szavára, ahogyan biológiailag láthatjuk, hogy egy élő sejt, hogy működjön. Több mint 2500 oldalas könyvnek az információja van csak egy élő sejtbe. És ez nem csak úgy, hogy belecsapott a villám, aztán vagy sikerült, vagy nem, hanem egyszerre működnek rotorok, felvonók egy élő sejtbe. Csodálatos, Istennek csak egy élő sejtje is. De ne menjünk tovább, maradjunk a hitnél. Hitáltal érthetjük meg, hogy ahogy a Novák atya szokta mondani, hogy a diákoknak négy alapeset van. Van Isten, és hiszünk benne, van Isten, és nem hiszünk benne, nincs Isten, és hiszünk benne, nincs Isten, és nem hiszünk benne. Melyik a legrosszabb? A legrosszabb nem az, hogyha nincs Isten, és nem hiszünk benne, mert hát akkor úgy sincs. Ha nincs Isten, és hiszünk benne, hát az se a nagy baj, megpróbálnánk legalább normálisabban, szeretetteljesebben, békességteljesebben készülni a karácsonyra. Hanem mi a legnagyobb baj? A legnagyobb baj az, hogyha van Isten, és nem hiszünk benne. Ha még csak kicsi esély van is arra. Nem csak arra, hogy végig hallgassuk ezt a televízió műsort, hanem arra, hogy Istenhez forduljunk ezen a karácsonyon. Olyan jó lenne, hogy mielőtt még teljesen a végére érnénk mindennek, a békétlenség, a csüggedés, a keserűség, a harag zsákutcájába kerülnénk, már előre kérjük az Urat. Uram, áld meg hitáltal ezt a karácsonyt. Most a négy adventi gyertya fényében nézzük a karácsonyt, de nézzük a második gyertyát, a hit, utána a remény. A remény, Izrael népe, a jövőbe vetett hit, azt jelenti ez a reménység. Csodálatos dolog Izraelnek a népén, amit láthatunk, hogy másodszor is összegyűjtötte őket Isten. Hogy újra, 2000 év után is van Izrael állama, Izrael országa, és az agressziók ellenére is Istennek az áldása működik ezen a népen, és van testi ígéret, amiket Isten beteljesít. Isten olyan gazdag Isten. De vannak lelki ígéretek is, hiszen mi is a lelki Izraelhez tartozhatunk Krisztus által. Krisztus által nincsen se zsidó, se görög, se szolga, se szabad, hanem valamennyien őben egy csodálatos szabadságra juthatunk, ez a mi reménységünk. És a harmadik az öröm. Az öröm, és Szűz Máriának az ünnepét ünnepeljük ezen az alkalmon. Valójában milyen csodálatos ajándék, ami megérkezik erre a földre, Jézus Krisztus. Aki megérkezik erre a földre, Jézus Krisztus, az ő öröme. Rajta keresztül minden ajándék, hiszen aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindjárt odaadta, mi módon ne ajándékozna, ővel együtt minden minékünk. Az öröm. Valójában olyan csodálatos, tudják a testvérek, megkérdeztem a diákoktól, hogy van-e nagyobb öröm ennél, mint hogy a szíve alatt hordozhatta Szűz Mária Jézus Krisztust. A diákok közül sokan mondták, hogy nincsen. A Bibliában azt olvassuk, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy tisztáltal a lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és azt mondja, hogy mikor nem talál nyugalmat, hogy visszatérek az én házamba. És amikor felékesítve, kisöpörve találja azt, vesz maga mellé más magánál 7 gonoszabb lelket,
és ennek az embernek utolsó állapota, tehát akibennek a szívében nem uralkodhat Jézus, gonoszabb lesz az elsőnél. És akkor egy asszony a sokaságból felszólal, és azt mondja Jézusnak, hogy boldog méh, amely téged hordozott, és boldog emlők, amelyek tápláltak. És Jézus azt mondja, hogy de még boldogabb, aki hallja az én beszédemet, és befogadja azt. Tehát, hogyha mi a fülünkön keresztül meghalljuk az igét, a szívünkbe fogadjuk, és nem a szívünk alatt, hanem a szívünkben hordozhatjuk az Úr Jézust szent lelk által, ez még nagyobb öröm, még nagyobb boldogság, még Mária öröménél is. Gondoljuk meg, ha így készülhetnénk a karácsonyra, hogy Uram, még ha talán egyedül hallgatja is valaki, magányosan, csöndben, vagy talán betegágy mellett hallgatjuk most ezt a szolgálatot, mondhatjuk, hogy Úr Jézus, segíts nekem, és akkor nem vagyunk egyedül. József Attila mondja, bele nehezültem a sárba, fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Miért vagyok kegyetlen? Mert árva vagyok. Mikor nem leszek kegyetlen, ha nem leszek árva? És mikor nem leszek árva? Ha befogadom Jézust a szívembe. Valakik pedig befogadták őt, Jézust. Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ez tehát a harmadik gyertya. Turmezei Erzsébet mondja a versében, hogy három karácsony gyermeke vagyok én. Az első karácsony, amikor Jézus Krisztust a szívembe fogadom. A második karácsony, a költőnő szerint, a mindennapok karácsonya. Hogy minden nap ő vele élni. Hogy ne csak Jézus Betlehemben, hanem lakozzál a szívemben, hogy valóban lehessen karácsony. Már karácsony előtt is, de karácsony után is. Hogyha szívünkben él Jézus. Ez a második karácsony, a mindennapok karácsonya, ahogy a költőnő mondja. És a harmadik karácsony pedig az örök karácsony. És ez adjon nekünk vigasztalást is a gyászunkban, szomorúságunkban, csüggedésünkben, amikor talán arra gondolunk, hogy elveszítettünk valakit ebben az évben vagy korábban. Adjon az Úr Jézus vigasztalást, hogy az örök karácsony, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, amit Isten készített az őt szeretőknek, ez a drága ajándék a miénk. Ha Jézus Krisztus ott van az életünkben, a szívünkben. Így el is érkeztünk a negyedik gyertyához, a hit, remény, az öröm és a szeretet gyertyájához. Bot Péter, a 18. századi irodalom történész és református lelkész, akiről Cseri Kálmán ír, így írja, hogy Jézus Krisztusnak négy adventusza, négy eljövetele van. Az első karácsonykor, amikor átlépett a láthatatlan világból a látható világba. Ez az első adventi gyertya. A második, a világ végén, ahogy mondjuk a Hiszek egyben, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Amikor majd vissza fog jönni Jézus, ez a második advent. A harmadik advent pedig, amikor halálunkkor. Ha nem értük meg az első karácsonyt, mikor az Isten Jézus Krisztusban átlépett a láthatatlan világból a látható világba, emberré lett. Ha nem értük meg a világ végét, bár szekták számolgatják, ekkor lesz, akkor lesz, de mi nem tudjuk, hogy mikor lesz, sem a napot, sem az órát, nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok, akkor mi pedig nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus Krisztus a világ végén. A harmadik gyertya pedig halálunkkor. Halálunkkor az azt jelenti, hogy bármikor megtörténhet, amikor nekünk is meg kell jelenni Isten ítélőszék előtt, minden embernek. Nekünk, akik hiszünk Krisztusban, Krisztus ítélőszék előtt, hogy megjutalmaztassunk. És a negyedik gyertya pedig midőn a szívbe vészál, mikor befogadjuk őt a szívünkbe. A karácsony történetében is ezt látjuk, hogy Augustus császár idejében parancsolat adatott, hogy az egész lakott földet összeírják. Ez egy adó összeírás volt, ugye kellett a hadseregre, kellett az utakra a pénz, és mindenkinek a saját városába kellett mennie. Így megy Mária és József is Betlehembe, mivel oda tartoztak, oda valók voltak. És így érkeznek oda, és átélik azt, hogy nem volt számukra hely abba a vendégfogadóházba. Vagy a fogadós mondta ezt el, hogy nincs hely, vagy pedig ki volt írva az, hogy nincs hely, de nem tudtak
a vendégfogadó házba bemenni. És ezért alul az istálóban kellett, hogy megszülessem a világ mindenség királya, királyok királya az Úr Jézus Krisztus. És olyan csodálatos ez, hogy ennek az üzenet, hogy az istálóban is megszülethetett Jézus. József Attila mondja, ki hitte volna, mennyi bűnnek barlangja a lelke. Akkor így mondja József Attila másik versében, hogy dacból se fogtam föl értelmét az anyai szónak, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúsága volt a zöld vadon, szabadnak hittem és öröknek. És most hallgatom, a száraz ágak hogy zörögnek. Ugye már érezte József Attila is, hogy a betegség száraz ágai hogy zörögnek. Először még fiatal az ember úgy gondolja, hogy ez egy nagy vadon. Mehetek nyugodtan, semmi gát, semmi korlát, sose halunk meg, de aztán látjuk, hogy bizony nagyon rövid ez a földi élet. Egy világhírű igehirdető, mikor megkérdezték tőle, hogy mi volt a legnagyobb meglepetés az életben, tapsolt egyet, és azt mondta, az élet ilyen rövid. Bele nehezültem a sárba, hogyha talán így mondjuk mi is, de kérjük azt, hogy Úr Jézus, segíts nekem, hogy ne legyek kegyetlen, hanem ne legyek árva, hanem legyek a te gyermeked. Leessek, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, ahogy hallottuk az igét, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Így készüljünk most erre a karácsonyra. Ahogyan Johann Sebastian Bachnak a csodálatos éneke, amit Gerhard Pálnak a szövegére megzenésített, mondja, itt állok jászolott felett, ó Jézusom, szerelmem, eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem. Vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, hogy kedves légyek néked. Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged, szóm és erőm mind oly kevés, hogy elmondhassa néked, bár felfoghatna tégedet az ember szív és ismeret, hogy megfejthesse titkod. Megváltóm egy kérésemet, nem vetheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem. És bölcsőd, szállásod leszek, jövel hát, tölts el engemet, magaddal nagy örömmel. Ilyenkor, amikor karácsony van, nagyon nehéz csendbe lenni, elcsendesedni. De hadd hívogassam én is a testvéreket, a református testvéreket, református templomunkba. 10 órakor van Isten tisztelet az ünnepekben is. Jöjjünk és hívogassunk másokat is, és csendesedjünk el otthon is. Csendesedjünk el otthon is, hogy legyen nekünk imádságos szívünk, legyen bibliaolvasásunk, legyen gyülekezetbe való járásunk, és legyen bizonyságtételünk, hogy otthon szavainkkal is, cselekedetünkkel is, életünkkel is, talán azzal, hogy bocsánatot kérünk valakitől, hirdethessük a Krisztust, és nézzük őt boldog szívvel. Nézzük őt és szemléljük Jézus Krisztust, aki értünk jött erre a világra. És hadd szóljak a gyermekekhez is még befejezésképpen. Amerikában egy kislány, amikor bement a nagy városba, meglátott egy csodálatos viasz vagy porcelán babát, és nagyon szépnek találta, gyönyörködött benne. De nem volt annyi pénze, hogy megvegye, hogy hazavigye, és akkor másnap is bejött, és gyönyörködött benne, nézte ezt a babát, milyen szép. És harmadnap is bejött, és annyira tetszett neki ez a baba, és utána, miközben nézte a babát, már a harmadik, negyedik nap már ugyanúgy kezdte fésülni a haját, mint a babának volt, ugyanolyan coffot készített magának, utána ötödik, hatodik nap már ugyanolyan övet vett fel, mint a babának volt, nézte a babát, gyönyörködött benne, és utána a cipőjét is ugyanúgy megtisztította, ráhajtotta az okniát, egyre jobban kezdett hasonlítani a babára, miközben nézte. Mi is miközben nézzük Jézust, miközben olvassuk az igét, olyan jó lenne, ha karácsonykor elhangozhatna a karácsonyi történet, a karácsonyfa alatt, a családban együtt, miközben nézzük és szemléljük az ige által tulajdonképpen Jézus Krisztust, aközben mi is elkezdünk rá hasonlítani. Ez a legcsodálatosabb Krisztus kép, ami a Bibliában van. Őről nem készítettek fényképet, festményt, de a Bibliában ezt olvassuk, hogy ő
Gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ezzel fejezem be, akár Pál, akár Kéfás, akár világ, minden a tiétek, ti pedig a Krisztusé, Krisztus pedig az Istené. Ha ő benne hiszünk, akkor maradjon meg ez a mi reménységünk. Isten áldja meg a kedves testvéreket, és legyen imádságunk is ez az ének. Megváltó, egy kérésemet nem vetheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem. És bölcsőd, szállásod leszek, jövel hát, tölts el engemet magaddal és nagy örömmel. Jézus Krisztusért, önmagadért kérünk, családunkért, szeretteinkért, egyházi világi vezetőinkért, országunkért, népünkért. Hallgass meg könyörgésünket és a világ vezetőiért is, hogy ne csak béke, hanem békesség is lehessen ezen a világon. Te általad, Jézus Krisztus. Amen.